Kisnami mit lenne, akkor azt mondaná, hogy ez olyan, mint a Csipke Rózsika vára, itt lakik talán Csipke Rózsika, de mi a várnak az igazi története? Mennyire beletrafált ebbe a kérdésbe, ebbe a Csipke Rózsika témába, mert hogy volt itt a pince rendszerben régen egy torzó, egy ilyen felső test előről egy női szoborrészlet, ami körbe volt rakva szépen textilekkel, és a Bori Jenő a látogatókat oda annak idején bevitte, és elmesélt, hogy itt fekszik Csipke Rózsika, várja a herceget, hogy jöjjön és megcsókolja. Csak hogy a leszületett gyümölcsök ládákban ott voltak oldalt a pincében, és hát a látogatók néha egy-egy darab gyümölcsöt elcsentek belőle. Aztán az igen békés természetű felesége egyszer csak azt mondta, hogy na ebből elég volt, Csipke Rózsikás túrákat be kell fejezni, mert nem marad gyümölcs a családnak. És akkor megszüntették a Csipke Rózsikás látogatásokat, és mikor valaki ezt kérte, akkor mondta a Bori Jenő, hogy hát erre járt egy szovjet katona, megcsókolta és magával vitte. Mi az a stílus egyébként, ami jellemző a várra? Mit lehet róla elmondani? Ugye középkori vár, de nem a középkorban épült, hanem a 20. század első felében. Mondják rá, hogy eklektikus, hogyha rá akarunk húzni valamit, és a korszaknak volt ez stílusa, de ne akarjuk ráhúzni, mert ez nem építészeti alkotás, ez egy bolondos művészembernek a saját alkotása, a saját játéka, amit ő kitalált a saját telkén. És hogy miért pont középkori vár, ez soha sehol nem nyilatkozott erről, de hát mivel a szíve hölgyének építette, gondolhatjuk azt, hogy talán azért, mert a mesekönyvekben ugye a Csipke Rózsika és egyéb hercegnők ilyenekbe szoktak lakni. Mennyi idő alatt épült meg a vár, és mit szólt a felesége, hogy ő ezt kapja ajándékba? Hát ezt nem tudjuk, hogy mit szólt, bár az idősebb családtagoknak biztos vannak róla történetei, hogy hogyan reagált egy-egy dologra. Én ilyen történetet nem ismerek, hogy így személyesen megnyilvánult volna, de én azt gondolom, hogy szerethettem, mert most képzeljük el, hogy két művészember, akik együtt tanultak festészetet, aztán a Bori Jenő utána szobrászatot is, előtte meg építészetet, tehát ők itt együtt alkottak, mert az épületet a férj tervezte meg, ő csinálta a szobrokat, de azt, hogy a kert hogy van kialakítva, azt a feleség találta ki. Nagyon szeretett kertészkedni, mai napig is őrizzük a kert kialakítást, hogy hol van kertitó, hol van sziklakert, hol van fű, hol van virágágyás, ez a mai napig is úgy van, és ő, ha festett is, mindig virágokat festett. És akkor mennyi ideig épült a vár? Vagy hogy épült? Hát, hétvégente? Hétközben ide leszaladt, feltett két követ? Nem. Nyaranta épült, mert hogy ő szobrásztanárként Budapesten dolgozott, ott élt a család, és akkoriban ugye még nem úgy volt, hogy bepattanunk az autóba, hétvégén leugrunk a telekre, hanem nyáron ugrottak le a telekre, itt töltötték az egész nyarat, amikor nem volt a név. Hát az van mindenhol leírva, hogy 40 nyáron át. Az alsó kert, az még az első világháború előtt elkészült a nyaralóhoz, egy kis présházból alakította ki a nyaralót, és utána innen ettől a lépcsőtől fölfele, pedig 1923-tól, hát épült a II. Világháború kezdetéig, akkor nagyon sok rongálódás is történt, utána pedig felújította. Ahogy sétálunk végig a várban, lépten nyomon belebotlunk szobrokba, illetve festményeket is lehet több helyen látni, ezekről mit érdemes bővebben tudni? Ez egy szoborpark, ahol a Bori Jenő művei vannak elsősorban, és egyetlen egy kivétel van, itt ez a kortárs művészeti csarnok, arcképcsarnok, itt a támfalnak az oldalában, itt a kortársairól, művészekről készült szobrokat lehet látni, itt mások alkotása is megtalálható, de amúgy minden szobor, ami a várban van, az az ő munkája. Nagyon szokták szeretni a nagy udvarban a
Huszár születik című szobrot, a gólya szobrot, amikor a kisbaba a hátán ül a gólyának, és nem a csőrébe van, mert a normál gyereket csőrébe hozza a gólya, de a huszárt azt már a hátán lovagolva. És amikor ide látogatnak a családok, szoktak a feleségek szúrós mondatokat mondani a férjüknek? Látod, hogy ő hogy szerette a feleségét, bezzegte. Szóval van ennek egy ilyen furcsa pikantériája, egy ilyen humora ennek az épületnek? Szóval ezt a kérdést nagyon gyakran megkapják szegény férfiak egy-egy látogatás után. De egyik alkalommal nagyon frappánsan az egyik úriember azt válaszolta a feleségének, hogy na asszony, akkor hazafelé beugrunk a tüzépre. Fehérvár mennyire kerékpáros barátváros? Hát, ha csak azt mondom így kezdésképpen, hogy az utóbbi 5 évben nagyjából 30 km szakasz újult meg támogatásokkal és a város saját forrásából, akkor azt gondolom, hogy eléggé. Összesen 66 km szakasz található a városban, ami hát úgy összességében a 330 km össz-magyarországi hálózathoz képest azt gondolom, hogy nem egy rossz arány, és az is előny, hogy ugye nagyon közel van a Velencei tó, illetve a Balaton is, tehát nem csak városon belül, de így a városon kívül is könnyű kerékpárral közlekedni. És hogyha valakinek problémája van a kerékpárjával, mennyire jó a szervizhálózat? Jól kiépített a szervizhálózat, vannak szolgáltatók erre, akik kifejezetten erre vannak ugye ráállva, illetve most már érdemes megemlíteni a Maketuszt is, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget, akikkel tavaly óta már mi is együtt dolgozunk, és egyre több szolgáltatót vonunk be, vonódnak be, és ő rajtuk keresztül is ilyen kisebb szervizelési munkálatokat el lehet végezni. Mit tapasztaltok, hogyha turisták sétálnak a városban, bemennek egy Turinfor irodába, ahol dolgoztok, kedvet kapnak a kerékpározáshoz, hogy mondjuk kerékpárral járják körbe a város nevezetességeit? Abszolút igen, bár az a nehézség talán benne, hogy a belvárosi látnivalóknak a nagy részét azt kerékpárral közvetlenül nem lehet ugye megközelíteni, de van sok olyan belvároson kívüli látnivaló is, amit viszont biciklivel abszolút érdemes felkeresni. Nem tudom, hogy az országban van-e több országalma, de Székesfehérvár szerintem a leghíresebb erről, hogy az országalma az itt van. Így van. Tulajdonképpen Székesfehérvárnak a jelképe is, hiszen az egész történelmét szépen összefoglalja, hogy koronázóváros volt a középkorban, temetkezési hely volt. Itt tartották az összes fontos eseményt, ami a királyi udvarban megrendezésre került. Az esküvőket, a kincstár itt volt, és a levéltár is. És mikor került ide ez a szobor a főtér közepére? 1938-ban, ez egy fontos évszám a helyiek életében, hiszen a 900. évfordulóját ünnepeltük első István királyunk halálának, úgyhogy ebben az évben rengeteg szobrot avattak, köztük az országalmát is, egyébként Ómann Béla alkotása. És ugye a helyieknek ez, azt tudjuk helyi lakosként, hogy ugye sokszor találkozási pont, de ugyanakkor az ide látogató turistáknak is. Főleg, hogyha ugye valaki kerékpárral is érkezik akár, akkor idáig ugye be tud hajtani kerékpárral, úgyhogy ez egy nagyon jó találkozási pont lehet a számukra, ugye? Így van, igen, és fontos, hogy mondod, hogy idáig be tudnak jönni kerékpárral, de sajnos a Városháztéren és a főutcán nem lehet kerékpárral közlekedni, de számos olyan hely van egyébként a belváros körül, ahol lerakhatják a biciklit a turisták, és igen, itt akár találkozhatnak, vagy akár itt mellettünk a kútnál frissülhetnek is. Székesfehérvár ezen tere, azt gondolom, hogy egy óriási büszkeség a város lakóinak. Persze, és már egészen
a középkortól kezdve központi szerepet tölt be a helyiek életében. Ugye itt vagyunk a Városház téren, és a neve is elég egyértelmű, hogy valaha itt vásárokat tartottak, piacokat, egészen az 1990-es évekig. És azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen Székesfehérvár történelmi belvárosának a legjelentősebb látnivalói azok itt láthatóak a Városház téren. Nagyon-nagyon szép barokk stílusú épületek vannak a belvárosban, egy nagyon szép egységes városkép, ami a török hódoltság után kapta tulajdonképpen ezt a barokk egységes külsőt. Persze vannak kivételek, mint mondjuk a Püspöki Palotának az épülete, ami Biedermeier Zopf stílusú, de javarészt barokk stílusú épületeket látunk, igen. Becsület szavamra én nem akartam bejönni, Anett volt, aki erőszakos volt, hogy jöjjünk be és jár nekünk egy kis édesség. Nem tudom, hogy sokan vannak olyanok, akik kerékpárral megnézik a belvárost, és utána ide tolják a kerékpárt és esznek valami édességet önöknél? Abszolút, sok biciklisünk is van, illetve sokan vannak kutyások is, akik a kutyát belerakják kosárba, környékbeliek is. Székesfehérvárnak nagy kultúra, hagyománya van ennek a úgynevezett velencetó körnek. Úgyhogy nagyon sokan hétvégén nyakukba veszik a várost, és akkor rendőrnek mennek egy kört a velencei tó körül, és itt kötnek ki nálunk a végén. És akkor a gazdák nyalnak egy fagyit, a kutya pedig nézi a gazdájukat? Nem, a kutya is nyalja a fagyit. Van kimondottan kutya fagyink, ami az ebeknek készül, és akkor a család, a felnőttek, a gyerekek hagyományos fagyit esznek, a kutya meg kutya fagyit. Azt mondta Anett, hogy országtortája versenyen indult többször, talán volt helyezett is, vagy nyert is. Ország fagyja. Mi kell ahhoz, hogy valaki elinduljon egy ilyen versenyen? Hát ez is önkritika szerintem, ami a legfontosabb. Ez több évi fejlesztés, kísérletezés, látjuk, hogy a vendégek mi az, amit szeretnek, meg kell hozzá egy alapvetően egy jó ötlet, egy kiindulási alap. És az édességet mennyire szeretik egyébként az emberek? Szerintem ennek a Magyarországon egy nagyon régre visszatekintető hagyománya van, és Európában kevés olyan ország van, ahol ennyire szeretik az édességet, és ennyire kialakult kultúrája van a süteményfogyasztásnak, mint Magyarország. Tehát Olaszországban a fagylalt, a süteményben Svájc, illetve Franciaország, és ennek a kettőnek a valahogy az ötvözete egy kicsit Magyarország. Ha esetleg kifejezetten így a bringásokra fókuszálunk, akkor mi az, amit nekik lehetne ajánlani leginkább, hiszen ugye a bringázás közben azért jól jön a plusz kaló. Én a gyümölcsfagylatokat szoktam javasolni általában, hogyha valaki biciklizik, mert a gyümölcs csökkben ugye lassan felszívódó cukrok vannak, tehát a kombinát gyakorlatilag olyan, mint egy izotóniás ital, hogy különböző lassú, közepes és gyors felszívódású szénhidrátok vannak benne, úgyhogy gyümölcsökből bármit. Hogyha valaki látott már minden látnivalót Székesfehérváron, akkor tudsz ajánlani vonzáskörzetbe olyan kerékpáros útvonalakat, amit érdemes megnézni? Hogyne, mindenképpen. Nagyon jól ki van építve Fehérvár környékén is a kerékpáros hálózat. Rögtön ott van a Velencei tó, ami körülbelül 15 km kerékpározással elérhető. Van olyan túra, ami rövidebb, de egy kicsit hegyvidékibb szakaszokon megy végig. Ez a Pákó ingókövek rész, tehát tulajdonképpen a Velencei hegység. Itt inkább hegyvidéki szakaszokon, terepeken tudunk tekerni. Akit mondjuk az állatok érdekelnek közben, az abszolút láthatja ezeket, vagy találkozhat velük, hiszen vadakkal, muflonokkal, őzekkel is lehet menet közben, de a síkabb terepeken akár még a mezei nyulakkal is összetalálkozhatunk, és hát ezen kívül pedig vannak nagyobb szakaszok is, mint például a teljes Velencei tókör.
És ezek az utak jól ki vannak építve, az autókat el tudjuk kerülni. Vannak azért olyan részek, amik eldugottabb utcákon mennek keresztül, de a nagy része saját kerékpárút, ami jól végigjárható, tehát ezért is említettem, hogy akár gyerekekkel is nagyon biztonságos. Sóstor nagyon fontos a fehérvári embereknek, de mit láthatnak, akik ide eljönnek? Hát gyakorlatilag mi azt szoktuk mondani, hogy a Sóstor homokbánya természetvédelmi terület, ez a város lüktető zöld szíve, és ez egy fantasztikus sokszínű természetvédelmi terület itt a város szívében. Hát gyakorlatilag a belvárostól 2,5 kilométerre található, tehát egy könnyed sétával is elérhető. Tehát itt 8 kilométer hosszú sétautak és tanösvény egyvelege várja a kirándulót. Nagyon mozaikos az élőhely, tehát nagyon sok mindent láthatunk, nagyon sok kilátópont van, van tó, nagyon sok erdőrészlet van, különböző gyepek vannak, úgyhogy mindenki megtalálja a kikapcsolódásához szükséges területeket. Én azt gondolom, hogy nagyon szeretik a fehérváriak, de mióta gyakorlatilag elkészült a tájépítészeti része Sóstónak, felújítottuk a tanösvényt 2018-ban, és megtörtént a Sóstónak a vizes élőhely rekonstrukciója. Azóta gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy országos szintű ökoturisztikai helyszín lett, és én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült összehangolni ezt a városi turizmussal, és hát magával a természetvédelemmel is. A kerékpáros turisták szoktak behozni ide mentett állatokat, amelyeket szeretnének itt gondolom újra éppen látni. Igen, a Sóstó Vadvédelmi Központot azt 2 éve nyitottuk meg, ugye hazai védett és fokozottan védett állatok gyógyításával, rehabilitálásával foglalkozunk, és ezen keresztül, az eseteken keresztül a környezeti neveléssel is. Nagyon sokan érkeznek hozzánk, ugye úgy, hogy a tanösvényre és minket is meglátogatnak, nagyon sokan érkeznek biciklivel, és nagyon közkedvelt családi program szokott lenni az itt zajló, akár garantált program, akár hogyha egyénileg bejönnek a családok. Egyébként biciklisek hoztak már hozzánk mentett állatokat is, akár a Balatonról, tehát a Buba útvonalról is hoztak már harkályt, hogy ott találták, és idáig elhozták nekünk. De én azt gondolom, hogy egy természetvédelmi területhez hozzákapcsolt mentőközpont az egy nagyon fontos üzenetet lát el, mert nem csak ugye a természet szeretetét, a rekreációt kapcsolja össze, hanem nyilván a sportot is, az állatvédelmet, úgyhogy igazából tényleg ez egy nagyon jó működő halmazként jelenik itt meg Sóstón, illetve a Sóstó Vadvédelmi Központban is. Milyen állatok kerülnek ide jellemzően, milyen állatokkal foglalkoztok leginkább? Hazánkban védett és fokozottan védett állatfajokkal foglalkozunk, madarakkal, emlősökkel, kétégtőekkel, hüllőkkel is, tehát hogy gyakorlatilag lefedjük a teljes palettát. Ugye ehhez nagyon szükséges egy komolyan felkészült szakállatorvosi csapat, illetve egy nagyon modern központ. Így 2 év után tényleg merem azt kijelenteni, hogy a Dunántúli régiónak egy nagyon fontos mentőhelye lettünk, és tényleg egy központi szerepet kezdünk betölteni ebben a történetben, és akkor itt megjelenhet az is, hogy a környezetünkben élő állatoknak a védelme, a megfigyelése, megismerése, és én keresztül pedig felhívhatjuk a figyelmet a hazánkban a természetvédelmi problémákra is, és ez meg egy nagyon fontos üzenet, azt gondolom. Hogyha túrázás közben találunk egy sérült állatot, akkor mi az a legjobb megoldás, amit tehetünk érte? Hogyha mi elérhetőségeinket bármelyik régióból, bármelyik vármegyéből felkeresi a segítséget kérő, az meg tudja kapni a megfelelő választ, hogy melyik a legközelebbi mentőközpont, ahol el tudja vinni a sérült állatot, vagy éppen mit tegyen, hogyha nem sérült az állat, de tényleg kétségei vannak az állatnak a hogy léte felől, akkor mi mindig megadjuk a megfelelő instrukciókat. Ez nagyon sokszor előfordul, és ugye ezt azért is fontos megemlíteni, mert most 2024-től a Balatonfelvidéki Nemzeti Park hivatalos mentőhelye is lettünk, ami azt jelenti, hogy azért tényleg egy elég komoly régiót fedünk le, és itt elengedhetetlen tényleg a kommunikáció.
Sóstóra kerülnek vissza, vagy az eredeti élőhelyükre kerülnek vissza? Nagyon sok esetben van az, hogy van egy állandó programunk, minden vasárnap a vadvasárnap, az egy másfél órás összetett program, amikor szakállatorvosi bemutató van, koordinátor általi körbevezetés, és ekkor szokott lenni gyerekekkel, családokkal közös elengedés, van akár énekes madarat, akár emlőst, de ugye vannak olyan igényű állatok is, amelyeket tényleg speciálisan vissza kell vinni az adott élőhelyükre, akár a sasokról beszélhetünk, vagy egy fekete gólyáról, vagy akár tényleg egy olyan denevérfajról, aki mondjuk egy másik régióból került ide. Úgyhogy ezért egy nagyon összetett munka, amit itt végzünk, és én azt gondolom, hogy ez csak felelősséggel és megfelelő szakmai háttérrel lehet. Eddig ajánlották könnyű túrákat családoknak. Mi van, ha valaki még messzebb szeretne elmenni Fehérvártól? Van arra is lehetőség, hogyha nem a Velencei tó vonzás körzetében gondolkodunk, akkor mondjuk kicsit másik irányba Fehérvártól indulva, akár a Vértes környékére is kirándulhatunk, vagy Csákvár, Csákberény, Csókakő. Van a Vértesi 8-as túra, ami konkrétan, hogyha megnézzük a túra térképet, akkor egy ilyen 8-as alakzatban egy jó nagy 85 kilométeres túrát le tudunk tekerni a Vértesben. És milyen útvakon lehet itt menni? Itt arra kell vigyázni, hogy főként erdészeti utakon halad az útvonal. Ugye ezek kemény terepek már, tehát mindenképpen az edzettebbeknek tudjuk ajánlani. És hát itt ugye arra érdemes figyelni, hogy itt az erdészeti közlekedés akadályozhatja a biciklis forgalmat. Székesfehérvár, Őskü Székesfehérvár az a másik túra, amit szintén tudunk ilyenkor ajánlani. Itt ugye Várpalota közelsége az, ami főként turisztikai szempontból jelentős, akár a Turivár fele el lehet kerékpározni, illetve hát ott is erdei szakaszokon is tudunk menni, ami azt gondolom, hogy kikapcsolódásnak sem utolsó. Nagyon sokszor voltam már itt a Fehérvári labdarúgó stadionban, de sosem tudtam, hogy mellette van egy ilyen egésznapos kiránduló lehetőség. Melyik volt előbb, a stadion vagy a nádas? Hát természetesen Sóstó volt előbb itt nálunk. És mit kell tudni, milyen madarak vannak, milyen élőlények találhatók itt a nádasban, vagy ebben a mocsaras terület igazából? Igen, ez egy Székesfehérvár hajdani mocsárvidékének valójában egy maradvány területe, és hát nagyon színes az élővilágunk. Van például egy igen hatalmas kócsaktelepünk, most is körülbelül egy olyan 70-80 pár kócsak költ itt nálunk, úgyhogy itt akár nagyon könnyen meg lehet figyelni védett fokozottan, védett fajokat test közelből is. Nagy kócsegő tényleg egy kiemelkedő értékünk, akiket mindenképp érdemes megemlíteni, azok a danka sirályok, mivel közéjük szerecsen sirályok vegyülnek, ők fokozottan védettek, úgyhogy itt őket is meg lehet figyelni. Jönnek a kerékpározók, megnézik Fehérvár nevezetességeit, és akkor nem tudják kikerülni gyakorlatilag ezt a látogatóközpontot, és akkor itt kapnak egy plusz impulzust, hogy miért volt érdemes ide ellátogatni? Igen, itt bárki, aki betér hozzánk nyitvatartási időben, akkor nagyon szívesen adunk információt a területről, merre érdemes elindulni, milyen hosszú túrákat lehet itt tenni. Úgyhogy én bátran biztatok mindenkit arra, hogy aki erre jár, mindenképpen elcsavult be a látogatóközpontunkat. Kerékpárral érdemes végigmenni a területen, vagy le kell tenni a kerékpárt és gyalog menjünk be, hogy minél kevesebb zajt csapjunk, és inkább merüljünk el a látványban? Igen, én azt mondom, hogy a kerékpárt mindenképp érdemes itt hagyni a látogatóközpont mellett, illetve itt a területnek itt az északi részén, itt számos biciklitároló is van egyébként, és innen gyalog érdemes felfedezni a területet, hiszen gyalog ugye egyrésztről olyan tempóban megyünk, ami nekünk kényelmes, másrésztről halkan tudunk közlekedni, és így még több ritka fajt van lehetőségünk megfigyelni. Ugye
Ugye azt én is tapasztalatból tudom így a turizmuson belül, hogy a gyerekekkel már együtt jár, úgymond az interaktivitás is. Ezt hogy tudjátok beleépíteni a túrákba? Például a túráink során nagyon sok mesepedagógiai módszert alkalmazunk, amit itt a környezeti nevelésben mi ezt egy nagyon jó eszköznek gondoljuk itt a munkatársaimmal. De ugye aki ide jön hozzánk a látogatóközpontban, az is azt fogja tapasztalni, hogy nagyon sok interaktív játékunk van. Vannak ugye olyan játékaink, amik kifejezetten a terület fajait mutatják be. Ezekkel a legkisebbek is bátran tudnak játszani, ismerkedni, és így közelebb hozzuk sóstó fajait hozzájuk is, illetve vannak olyan játékaink is, amik pedig a környezettudatosságra nevelnek, és ezt a gondolatot tudják elültetni a gyermekekben is. Hogy én leszek az egyik ilyen, aki a mai nap után, mert egy nagyon színes napon vagyunk túl, visszatérek családostul, és ezeket, amiket ma mutattál nekem, ezt megmutatom a családnak is, úgyhogy köszönöm szépen ezt a napot. Nagyon szívesen, örülünk, hogy itt voltatok.